Uram, bosszuld meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardélre hánytak. Torold meg mind a vértanút, ahány csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat éssüket a fül. Szelid nyáját az ős karámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek, hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre. Ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a zsarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajt a babiloni átok. A valdensek az úgynevezett előreformációs mozgalmak közé tartoznak. Mint ilyen, az ő mozgalmuk volt a legelső. Eredetüket a Krisztus utáni 4.-5. századra vezetik vissza. Jóval utánuk jött létre Angliában a Wycliffiták vagy Lollardok, majd Cseh és Morvaországban a Husziták mozgalma. A 13.-15. századokban. A középkori hatalmi egyház mind nagyobb eltorzulása hívta létre protestálásokat, melyek végül is a 16. századi reformációban összegződtek és értékelt tetőpontjukat. Sanforánban vagyunk, nem messze Prá del Tornótól. A valdensek 1532. szeptemberében csatlakoztak a reformációhoz, annak is kálvini ágához. Ekkor hatnapos gyűlés során köttetett a megegyezés a helvét reformátorok és az itteni barba iskolák vezetői között, hogy ez az ágazat is elfogadja a reformációt, közös Bibliának pedig az Olivetanus féle francia nyelvű Bibliát, amelynek a fordítása ebben az évtizedben vált véglegessé. Itt látjuk az emlékművön, hogy később a Jelenések könyve 2. fejezet 10. versével gondolták jól jelképezni: légy hű. A teljes bibliai szöveg: légy hű, mint halálig. Sanforánhoz közeli Serre templomában baloldalt a 10 parancsolatnak sajnos nem teljes, sőt töredékesen is átalakított szövegét láthatjuk. A jobb oldali részen pedig Jézus boldog mondásai Máté evangéliuma 5. fejezete alapján. És a két híres bibliai szöveg között középpontban a békére felhívó zászló. Thank you.
Walden völgyek egyikében járunk, ahol most állok 1200 méterrel a tengerszint fölött. Gyönyörű a kilátás, falvak látványa, aztán fennsíkok, házakkal, gyönyörűen emelkedő hegyek. Viszonylag ez a völgy nem nagy, de egy gyászos eseményről lett híressé. 1655-ben itt volt az egyik legnagyobb lemészárolása a waldenseknek. Itt az előttem álló hegy, amelynek magassága 2121 méter, Mont Vandalino, vagyis Vandál hegy, de az esemény is vandál volt, amit megtörtént. Ide szorították fel a tehetetlen waldens kolóniák lakóit, asszonyostul, gyerekestül. Innen aztán elűzték őket keleti irányban egy másik hegycsúcsra, és a hagyomány szerint onnan vetették őket a mélységbe. Ekkor már Európában sokan figyeltek erre a vidékre, főleg a protestáns államok élükön Angliával, Hollandiával. Cromwell is személyes követeként küldte ide Miltont. Mint egy 1200 méternél az útelágazás, hogy a septében készült tábla is jelzi, bal oldalt a Vandalinóra vezető út, és jobb oldalt a Castelluzzóra, ahonnan 1655 véres áprilisában lelökték a waldenseket a mélységbe. Már innen is szinte fenyegetően mered elénk ez a hegyorom, és a történelmi emlékektől még inkább félelmetes, ahogy így először rálátunk, és hogy most ezután megközelítjük. A 17. század közepe azért már a korai felvilágosodás időszaka. Ilyesmit megtenni, ahogy mondják, Európa felzúdult a hírre. Csak nem 15 ezer zsoldos katonát vonultattak fel. Ugyan mi oka volt a helybeli és a távolabbi egyházi hatalmasságoknak ilyen hatalmas vérengzés elrendelésére? És hogy a waldensek közül is hányan haltak meg? Csak néhány százról, talán 150-200 lélekről tud a krónika, akik barlangokba elrejtőzve túlélték ezt a vérengzést. De az ő számuk is megtizedelődött. Aztán jött a kivonulás a völgyekből, hogy az akkor legbékésebb vidéken, a Genfi tó északi részén, mai Svájc területén találtak búvóhelyre a waldensek. De ahogy korábban Franciaország hugenotta menekültjei, a waldensek is egész Európára szétfröcskölődtek, így például leginkább Türingiában, Németországban telepedhettek meg. A waldens krónikák régen is, ma is ki tudja miért, inkább a dicsőséges visszavonulásra helyezik a hangsúlyt. Ez 1689-ben volt, amikor északról elindulva ezekbe a völgyekbe, a vérengzések völgyeibe elkezdtek visszaszivárogni, visszatelepülni. Thank you.
Aztán jött a felvilágosodás időszaka, amelynek végén Napóleon külön jogokat biztosított számukra, és a vérengzés után másfél évszázaddal Torre Pellicében már megépítették első nagy templomukat, mondhatni katedrálisukat. Persze az egyház nem az épületekben él, hanem elsősorban a szívekben, a lelkekben, és annyi biztos, hogy ezek az emberek, akik életüket kockáztatták Istenért, akik hazájukat elhagyva eljutottak Európa számtalan vidékére, ezek az emberek valódi egyházi közösséget formáltak. A visszatérés és a nyugalmas időszak bizonyos értelemben visszaesésekkel volt teli, de a valdens híradások mind a mai napig kicsit büszkén is emlegetik, hogy még a 19.-20. században is élénk missziót folytattak, elsősorban Afrikába és Dél-Amerikába. Így a valdensek száma ma a világon mintegy 50 ezer, ebből itt a hegyekben 15 ezeren élnek, Olaszország más vidékein 20 ezeren, és a maradék 15 ezer szétszóródva az egész világon, Európában, Afrikában és Dél-Amerikában. Megvallom őszintén, kevésszer féltem ennyire életemben, pedig csak 1400 méter magasságban. Itt azon a ponton ülök, ahonnan valószínűleg lelögdösték a piemonti vérengzés katonai résztvevői azokat az ártatlan valdenseket, akik ide menekültek az ostrom elől, és erre mondja Milton híres versében, zúdult le nő s gyerek. A táj valóban félelmetes, földrajzilag is egy csoda, hogy itt ilyen magasságban hogyan is lehetnek egymáson, mint meg annyi lepény ezek a hatalmas szikla tömbök, darabok. Nem tudom, hány száz tonnányiak lehetnek. És hogy belátszik az egész völgy, a valdensek fő völgye, a Pellice pataknak a sodrása, ahogy 3000 méter magas hegyekről zúdul le a víz, és a Pellice patak gyűjti ezeket össze. Ha megfordulok, akkor itt erről az oldalról látjuk a környéknek, hogy mondani szokás fővárosát, Torre Pellicét, amelynek valdens temploma jól kivehető, és amelynek valdens házából éppen erre a hegyre nyílik nagyszerű kilátás. Közben a felhők gyülekeznek innen a magasabb hegyről, a Vandál hegyről, ahonnan alig pár száz méter ide az út, de hogy hogyan hozhatták ide a valdenseket, vagy hogyan szoríthatták őket ide, azt állítólag ma is keresik, mert még a feltételezett útvonalat sem lehet olyan könnyen megtalálni. Mi, hogy felemelkedtünk erre a helyszínre, valóban csodálatos élményben volt részünk, páfrány ligetekben,
fél embernyi magasságú zöldben kaptattunk fölfelé. Sokszor a moha és a lehulló fenyő tűlevelek bársonyos takarót képeztek a lábunk alatt. De így, ahogy fölértünk erre a hegyre, szinte az elmúlt évek tátrai kivégzéséhez hasonló látvány fogad bennünket. Kidőlt fenyőfák, össze-vissza dőlt, kiszáradt facsonkok, és valóban a táj mai látványa is hozzájárul a régi élmény felidézéséhez, hogy itt egykor vérfürdő volt, vérengzés volt, itt egykor emberek ezrei lelték halálukat. Persze, hogy hányan haltak meg a középkorban, nem tudjuk, az ilyen vérengzések és inkvizíciós eljárások folyamán pár ezerre teszik a számukat a katolikus egyháztörténészek, pár millióra és pár tízmillióra teszik a számukat a protestáns egyháztörténészek. Hát ha még egy olyan civilizált világ központjában, mint Párizsban, a Szent Bertalan éjszakai vérengzésről sem tudják egész pontosan, hogy most 10 000 vagy 30 000 ember halt meg egy óraütés nyomán. Itt az Alpesekben, ahol lényegileg utána járni senki nem járt utána a 17. században, hogy mekkora temetést rendezett itt a vallási erőszak, ez szinte ma már kikutathatatlan. Hogy ide feljövünk és körbenézünk, a táj és minden, a kidőlt fák, ez a halálos környezet, ez a magasságban levő haláltáj, mint egy senki földje, jelzi az emberi gonoszságnak és a vallás nevében elkövetett gonoszságnak irtózatos képét. Olaszország, 2007. szeptember 2-a, Kotti Alpok, az 1655-ös piemonti vérengzés színhelye. Uram, bosszuld meg szentjeid, kiket az Alpesek haván kardélre hánytak. Toroldd meg mind a vértanút, ahány csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat éssüket a fül. Szelid nyáját az ős karámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek, hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre. Ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a zsarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajt a babiloni átok. Az ember úgy gondolná, hogy egy ilyen tragikus történelmi helyszínen, ha máshol nem egy ilyen szikla hasadék alatt, egy emléktábla rejlik. De ez az emléktábla nem 1655 áprilisáról szól, hanem egy egészen más egyház 19. századi, eléggé jellegtelen eseményét örökíti meg. Úgy látszik, hogy kész akarva felejtik el ezt a helyet, mintha a Biblia igazolódnék, ezekre az emberekre nem volt méltó a világ. Torre Pellicében vagyunk, háttérben a Monte Castelluzzo, ahonnan 1655-ben a véres mészárlást elvégezték a valdensek ellenségei, és tőle így innen nézve jobbra a Monte Vandalino, a sokkal magasabb hegy, ahova felmenekültek az üldözött valdensek, és ahonnan leszorították őket. Egyébként sem erről a véres eseményről, sem korábbi eseményekről sok dokumentumot nem találtunk,
itt Torre Pellicében, a könyvtárban, amelynek közel 100 000-es kötet létszáma van, nagyon kevés a dokumentum. Az eredeti pápai bulla 1487. április 27-ei keltezésű, a Vatikán mellett egyetlen egy másolata Cambridge-ben található, és ebben a bullában rendelt el 8. Innocent pápa a valdensek elleni keresztes hadjáratot, és egyben inkvizitorát küldve erre a vidékre, és megbízva a helyi herceget a vérengzés lefolytatásával és azzal, hogy mindent szabadon elvégezhessenek. Ez egyébként az eddig legrészletesebb valdens monográfiában, az 1933-ban kiadott Zsalla féle könyvben is többször olvastam, hogy a Rómából kelt intézkedések felhatalmazzák az inkvizitorokat, hogy a legfontosabban végezzék el küldetésüket, és kérik a helyi hatalmasságokat, általában hercegeket, vagy pedig a királyok megbízottjait, ha ez a terület Franciaországhoz tartozott, akkor magát a francia királyt is, hogy szabad kezet adjon Róma minden küldöttének. Jelen pillanatban, tehát ez a helyzet 2007. szeptember 5-én Torre Pellicében, a déli Valdenshegyek fővárosában. A Valdensvölgyek legmagasabb pontján állunk. A Granero, magyarul így mondanánk, hogy a nagy fekete hegy, több mint 3100 méter magas, itt tornyosodik mögöttünk, és éppen a felhők sem takarják el, amelyek jól láthatólag itt balra például ezt a másik hegyet most teljes homályba fedik. Egy olyan fennsíkon állunk, ahol pihenő van, éjjeli szállás azoknak, akik erre járnak, és téli pihenőhely azoknak, akik itt szorulnak a hegyekben. Nem tudjuk, hogy Franciaország és Olaszország határán vagyunk, hogy mennyire használták ki ezt a valdensek, hiszen ez már valóban lélegzet elállító magasság. Maga a Granero is egy hatalmas túra. A túra útvonalat látjuk egyébként, a tó mellett indul el, és egy út vezet föl a szinte kőrakás hegyek fölé. Közben több patak fut le a hegyekről, itt-ott tengerszemek is váltakoznak, és a Pellice völgyében csodálatos szépségű hegyek, hegyvonulatok rajzolódnak ki, de 2000 méter magasságban már szinte eltűnik a növényzet, illetve a fák, maradnak a cserjék és a fű, az állatok, amelyek közül sokat megcsodálhatunk, és a hegyi pásztorok is, akik ilyen magasságokba, 2000 méter magasságba terelik a juhnyájaikat. Imitamott a kolóniákon az állattartással kapcsolatban sajt és túrókészítés és vendégszállás adás. Ez ennek a világtól elzárt helynek az élete. Ezt látja a turista, aki végigmegy ezeken a vidékeken. A Valdens konyha mind a mai napig híres. Ott jártunkon sikerült különleges szakácskönyvet is beszereznünk, mely jó néhány specialitást is tartalmaz. Mivel arrafelé sok a gesztenyefa, előszeretettel főznek be gesztenyelekvárt. Egyszerűségük az étkezésben is tapasztalható. Az Életadó Televíziót 2007. szeptember 3-án Reisinger János tudósította.